Egy átlagos fadarabtól a művészi tárgyig a csúcs stílusú laktárgya kézművesei saját kezükkel, összpontosítva a tárgyra, folyamatosan szép alkotásokat hoznak létre. A csúcs stílusú laktárgyak elkészítésekor általában először rajzolunk egy vázlatot, majd ez alapján választjuk ki a megfelelő nagyságú alapanyagot, amelyet aztán folyamatosan, aprólékosan kidolgozunk. Miután elkészült az alap, több réteg kínai lakkal bevonjuk, és addig csiszoljuk, amíg fényes lesz a tárgy felülete. Csak ezután kerül sor a minták festésére. Ha laktárgyakról beszélünk, a Hubei tartomány Jingzhou városában élők igen otthonosan mozognak a témában. Az utóbbi több mint 2000 évben a csúcs stílusú laktárgyakat és a lakkozási technikát folyamatosan tovább örökítették ezen a helyen, ahonnan a csú fejedelmi kultúra is származik. A csúcs stílusú laktárgyak egyes technikái korábban már elvesztek, de több év gyakorlat és kísérletezés során lassan rekonstruáltuk őket. Ugyanakkor néhány helyen meghaladtuk az elődeinket is. Az első ismert kínai laktárgyak az újkőkorszakból maradtak fenn. Az akkori emberek észrevették, hogy ha a fatárgyaikat bevonják a kínai lakfából kifolyt, tejhez hasonló anyaggal, akkor a tárgyak tartósabbak, illetve szebbek lesznek. Az ilyen folyadékból készült festéket kínai laknak is nevezik. A kínai lak legfigyelemre méltó tulajdonsága, hogy saválló és igen tartós. Ha jól gondoskodnak a laktárgyakról, akkor több mint 1000 év után is használhatóak. A csúcs stílusú laktárgyak elkészítési folyamata során a lakkozási technika a kínai lak többszörös felvitelét jelenti, amelynek elvégzése után pirossal, feketével és arannyal rajzolnak mintákat a tárgyakra. A csúcs stílusú laktárgyak egyrészt használati tárgyak, másrészt esztétikus, kulturális jelentőségű alkotások. Az ilyen laktárgyak az egykori csú fejedelemségi kultúrát tükrözik. A lakkozási technika folyamatos továbbhagyományozása és fejlődése során az ősi laktárgyak a mai emberek életének is részei lettek. A továbbörökítés során állandóan fejlesztünk olyan csúcs stílusú laktárgyakat, amelyeknél ötvöződik a hagyomány és a modern életmód. Ilyenek például a könnyen elkészíthető, de kitűnően használható teáskészletek, illetve a viselhető medálok, karkötők és más kreatív laktárgyak. A laktárgyak kézművesei abban reménykednek, hogy alkotásaikon keresztül az emberek megérthetik a csú kultúrát, és megismerkednek annak történetével is.